Petőfi Rádió életedrit musait tülünk vasárnap este még hozzá Harrison's zenekarból. Puskás Ádámmal, Suppa Dáviddal és Dombi Viktorral. Sziasztok! Hello! Hello. Ennyien vagytok a bandában, vagy kihagytunk most valakit? Öten vagyunk a zenekarban, ketten most nem tudtak eljönni sajnos, de Balog András, ő a dobosunk, és Baksa Dániel az énekes. És ti mit munkálkodtok a bandában? Mindenki mutassa be a saját hangszerét. Én szólógitáron játszok. Mondd el a nevedet is. Nem voltam. Ha valaki nem tudja így hangolapján beazonosítani. Dávid vagyok, és szintén gitározom. Én pedig Dombi Viktor, a basszus gitáros. Hú, akkor csupa gitárossal ülök itt. A húros szekció állít. Igen. Ennyi. Igen. Mióta munkálkodtok ti így együtt? 2015-ben kezdtük el a közös munkát. Ekkor még csak Ádámmal ketten beszélgettünk róla, hogy kéne egy ilyen zenekart csinálni. Összeültünk, és egyből nagy kémia volt, beéreztük egymást. Akkor született meg az egyik nótánk. Közben Balog Andris csatlakozott a zenekarhoz, ő teljesen evidens volt, én vele együtt zenéltem 10 éve is, kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de maradt ez, mert ő nagyon jó. Tehát teljesen fölösleges mást keresni, mert ő jó. Dávid és Dani később csatlakoztak, de most arra már nagyjából fél éve ebbe a formációba zenélünk, és abszolút jó minden, minden a legjobban működik. Mondtad, hogy egy ilyen zenekart milyen kép, mit képviseltek? Mi az a zenei stílus, amit a banda képvisel? Ezt egy nehéz stílusok köré szabni, tehát sok mindent szeretünk. Aha. A lágyabb stílusoktól kezdve a keményebb vonalig. Igazából számunként változó, hogy milyen stílusokat rakunk bele a zenénkbe. De alapjában véve ez a modern easycore az, amit a stílusra tudnánk mondani. Ebben vannak popos elemek, rockos elemek, metálos elemek, így ez összegyúrva az egész lesz úgy egy. Elhoztátok nekünk az Every Minute című dalotokat, ezt most meghallgatjuk, és innen folytatjuk tovább. Oké, és szuper. Újabb fellépő a magyar zene nagy színpadán. Petőfi Rádió életed ritmusa, itt van a Harrison zenekarból 3 tag a stúdióban, és meghallgattuk a zenéteket Every Minute címmel. Meséltek nekem erről a dalról. Igazából talán ez a dal a repertoárból az, ami a legpopulárisabb. Minden dalnál próbáljuk azt a dalszerkesztést végigvinni, hogy a műfajra jellemző keményebb elemek is meg tudjanak jelenni, illetve a zenekaron belül mi Disney refrénnek hívjuk a kicsit könnyebben emészthető, finomabb dallamokkal rendelkező meneteket. Talán ez az a dal, amire a legjobban igaz ez. Vannak keményebb, vannak finomabb nótek, eddig ez a legpopulárisabb. És honnan jött a nevetek egyébként? Ezt hogy találtátok ki? Ez egy elég bonyolult sztori. Akkor kezdjük az elején. Megpróbálom összefoglalni. Igazából a Harrisons egy átok, ami még nagyon régen volt, amikor a gyarmatosítás volt Amerikában. Hát tényleg régi történet. Tényleg régi. És ekkor volt egy ilyen, hogy lerohanták az indiánokat, és ezelőtt meg akarták vásárolni őket, hogy adnak viszkit nekik, cserébe elhagyják a területet. Viszont volt egy törzs, akik ellenálltak ennek, és utána sajnálatos módon kivégezték őket, viszont megátkozták az amerikai elnököket. Ez az átok, amennyire tudom, nem akarnék ebbe belemenni, de nagyjából teljesült is, hogy minden amerikai elnök, aki kerek évbe kezdi, tehát 5 vagy 0-as évnél kezdi a mandátumát, még a mandátum alatt meghal. Hű, ez akkor tényleg eléggé egy sötét név lett. Nem annyira sötét, viszont így a gondolata annyira tetszett, tehát így nagyon jó, hogy így van egy sztori mögötte. Mondjuk az biztos, és nem csak egy ilyen légből kapott ötlet az egész. Mit csináltok mostanában, mivel telik az ősz? Dolgozunk folyamatosan videókon, tehát folyamatosan születnek otthon az ötletek, kidolgozzuk ezeket próbán, mellette mindenki élje a saját életét mellette. Tehát dolgozunk, egyetemre járunk. Aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy most össze le tudtuk indítani országos turnénkat itt Belföldön. Eddig nagyon jók a visszajelzések, elég szép látogatószámok vannak. Nagyon élik az emberek a bulikat, tehát jó érzés azt látni, hogy klub szinten végre van megint valami történés, és szeretik a zenét, jönnek, tombolnak. Tehát ez marha jó dolog, hogy egy ilyen fiatal zenekar most ezt már el tudta érni. Így gyakorlatilag 5 hónappal sőt nem is volt egész 5 hónap, de az első dal megjelenés óta most már országkörüli turnén vagyunk.
Hát is igazából, amit még észrevettünk, hogy egyre nehezebb koncentrálni a zenére is, és csinálni az önmenedzsmentet, mert eddig, amit elértünk, az igazából mind a zenekarnak a munkája. Ötünk között osztjuk le a feladatokat, és hát ilyenkor lenne jó az, hogyha lenne egy kis segítség, egy kis hátszél, aki intézi körülöttünk a különböző ügyeket, hogy egyre többet tudjunk foglalkozni, amiről szólna ez a zenekar igazából, a zenélés. Hát akkor remélem, hogy megtaláljátok hamarosan azt az embert, aki tud nektek ebben segíteni. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mi is köszönjük szépen. A Dalra Magyar pedig innen folytatódik.